Sziasztok, köszöntelek titeket egy újabb videóban. Itt vagyunk Aquincum megálló helynél, és a mai részben megint a külső körvasúttal fogunk foglalkozni, de most nem a S76-os személyvonattal, hanem unblock-kal, egész kettes vasútvonallal, ott is csak a budapesti részével. Ugyanis igazából az Aquincum hídon fogunk most átkelni, és mindjárt elmondom, hogy miért vagyunk itt, és miért készítek most nektek erről videót. Azért készítek nektek most videót erről, hiszen nemrég jelent meg egy kérdőívesztetés, egy lakossági fórum, ahol elmondhatjátok a véleményeteket az Aquincumi hídról. Aki még nem hallott volna a projektről, azt tervezik már 1000 éve, hogy egy új körutat hoznak létre itt a külső körvasút vonalában. És igazából az M3-as autópályát kötnék be, ugye Nagy Burma helyén is, ha jól tudom, de ez már nem 100%, de azt tudom, hogy az M3-as autópályától egészen ide a Szentedrei útig akarnak csinálni majd egy új körutat, és ennek a tervezési fázisa kezdődött meg gyakorlatilag, hiszen azt akarják majd, hogy az autósok átjussanak ezen az új hídon, és egy kérdőívet hoztak létre, miszerint elmondhatjátok a véleményeteket az új Aquincum hídról, hogy szükséges-e, hogy mi valósuljon meg, hogyan nézzen ki a történet, és ezért csinálom a mai videót, mert el szeretném mondani ezzel kapcsolatban a véleményemet. Nyilván én kitöltöttem már a kérdőívet, és majd ide a leírásba is be fogom tenni a linket, ahol ti is ki tudjátok tölteni, el tudjátok mondani a véleményeteket. Na de meg mielőtt kitöltenétek a kérdőívet, azért hallgassátok meg a véleményemet ezzel kapcsolatban. Úgyhogy most végigmegyünk a Aquincum hídon, és közben pedig mindjárt elmondom, hogy én hogy képzelem. Közben már itt sétálgatunk, gyakorlatilag a Aquincum múzeum előtt eljöttem, és most fogok mindjárt elmenni a egykori gázgyár előtt. És ugye visszatérve, előbb említettem nektek, hogy azt tervezik, hogy az M3-as autópályától egészen ide a Szentedrei útig majd egy új körútat akarnak felhúzni az autósoknak. Nyilván ugye hozzátették, hogy akár villamos közlekedés is megoldható lenne, de ez nem egy 100%-ig biztos dolog. Azért is kérik ki a lakosság véleményét, hogy hogyan alakítsák ki igazából az új körútat. Én két dolog miatt nem örülnék neki. Egy az, hogy az autósoknak ne kedvezzünk, légy szíves, mert én oké, nem vagyok nagy környezetvédő, de úgy vagyok vele, hogy a vasutat kellene fejleszteni. És ugye ez nem csak Budapestre igaz, hanem országos szinten, és örülök is neki, hogy elindultak a vasútfejlesztések. Most például Budapesten nagyon sok vasútfejlesztés zajlik. Vidékre is el kéne jutni a vasútfejlesztésnek, ebben egyetértek, mert csak igazából úgy lehetne letenni a agglomerációba az autókat. Több P-buszer parkoló kell, illetve fel kell újítani a vasútvonalakat. Ez is egyébként egy ilyen vasútvonal volt régebben, hasonlított a mostani Lajos-Mizsei vonalra. Egyébként apropó jut eszembe, a Lajos-Mizsei vonalról, a 142-esről most május 26-án lesz majd nyilvános lakossági fórum, a Budapesti Fejlesztési Központ hirdette meg, bárki részt vehet, aki érintett az ügyben és aki közlekedik vele. Úgyhogy nézzétek meg, mondjátok el a véleményeteket. A másik ugye, hogy arról jutott eszembe, hogy ez is egy olyan vonal volt, ugye az esztergomi, és a felújításnak köszönhetően, illetve a sűrítésnek köszönhetően, hiszen régebben dezírók jártak itt, és azt hiszem óránként közlekedtek. Egy órában kettő darab vonat ment el, egy arra, egy visszafelé, tehát egy esztergomba, egy nyugati felé. És a fejlesztésnek köszönhetően most már 20 perces menetrendi követés van, és gyakorlatilag új korszerű flirt motorvonatok, ami miatt gyakorlatilag megtriplázódott, ha jól tudom, megtriplázódott a utasszám. Pontos számadatokat most nem szeretnék itt belevinni a videóba, de nyilván nagyon megnőtt a forgalma, és ezt kéne tovább növelni egy olyan megoldással, hogy nem új körútat építünk. Nekem az a ötletem merült fel, hogy végre megszüntessük a repülőkereszteket, meg az egyvágányozást sok helyen, hogy ki kéne építeni még egy vasúti hidat a meglévő mellé. Természetesen ugyanúgy is nézhet ki, tehát mint a mostani északi összekötő vasúti híd, de ne autósoknak kedvezzünk, hanem legyen akkor már még egy vasúti híd, hogy gyakorlatilag lehetővé tegyék a 10-15 perces követést is. Jó, nyilván ez is hibázik valahol, hiszen nagyon sok helyen a Pilisben egyébként
egy vágányúzás van, például Pilis Csaba is, Pilis Vörösvár között is, illetve Pilis Vörösvár, illetve, ha jól tudom, Solymár között, vagy valahogy arra a két település között is egy vágányúzás van. Nyilván nem lehetne teljesen esztergomig ezt megoldani, de nyilván a 10 perces követés például Óbudánál is vissza lehetne fordítani a vonatokat. És nyilván ennek nem az a lényege, sokan mondanák, a másik közlekedési vlogger is, hogy hát Óbudán a puszta közepén vagy semmi nem található. Nyilván ott semmi nem található, de egy tökéletes helyszín mondjuk egy visszaforgatásra, mert mondjuk így Aquincumig simán eljönnének Kelenföldről. De igen, tehát Kelenföld térségéből is eljönnének ide Aquincumig. Nyilván itt ez lenne a fontos szempont, hogy Aquincum meg Újpest, de Óbuda az csak egy ilyen visszafordító állomásnak lehetne mondani. Tehát nem egy olyan végállomásnak, ahol hú de nagy funkciók vannak, meg nagyon nagy utasszám, de itt Aquincumnál például sokan örülnének, ha innen el lehetne jutni akár Kelenföldre. És ezért van szükség gyakorlatilag a 10 perces követésre, mert a BABSZ terveiben is az van, egyébként, ahogy meséltem nektek a múltkor a új külső körvasútról, hogy terveznek olyan járatokat is, hogy az esetrehaltot tovább küldik majd Gödöllőig, most éppen építkeznek ott, de nyilván addig még csak Rákosig jár, nincsen még megoldva. Meg például tervben van olyan is, ami például az éles sarok érintésével a déli körvasúton tovább folytatná az útját, tehát Kelenföld-Óbuda irányú vasútvonal, és például ez megteremteni a 10 perces menetrendi követést. Úgyhogy én azt szeretném, és igazából ezt el is mondtam itt a kérdőjében a saját véleményemet, hogy én annak örülnék a legjobban, hogyha nem autós híd lenne, hanem egy olyan vasúti híd, ahol gyalogosan meg biciklivel is át lehet kelni. Tehát nyilván mondjuk egy gyalogos biciklis hídnak nem lenne értelme, csak úgy magában. Értelme lenne valamilyen szinten, de akkor már ha a vasúti hídat csinálunk, akkor lehetne ugyanilyenre csinálni, és ugyanúgy el tud menni a gyalogos meg a biciklis, és akkor 4 darab széle lesz a hídnak, mondhatni a két hídnak összesen. Tehát így 2 használhatnának a biciklisek, 2 a gyalogosok. Úgyhogy így simán meg lehetne oldani. Na most még végigmegyünk itt a északi összekötőn, aztán mutatom nektek, hogy mi a jelenlegi helyzet. És hogyha már nagyon szakmailag bele akarunk menni, akkor például itt a egykori gázgyár területén is ki lehetne alakítani P+R parkolókat, hogy akik bejönnek a városból, azok itt letegyék, és akkor vonattal folytassák az utukat, de egyébként sokkal kijebb is létre lehetne hozni még több P+R parkolót akár. Mert megértem, hogy vannak olyan települések, ami messze van a vasúttól, a Pilisszentlélek, meg a többi, ahol autóbuszos kiszolgálás van csak, ritkábban, de nyilván onnan be lehetne járni autóval, akár a közeli településre, akár Leányvárra, akár be lehetne jönni Dorogra, vagy bárhova, ahol le tudják tenni az autót, és akkor vonattal bejönni. És ennek a 10 perces követésnek egyébként sokkal nagyobb előnye lenne itt a vasútnak, így a megtriplázódás után még tovább nőhetne az utas szám, és én nagyon adnám, mert én azért is mondom ezt, és azért tartom fontosnak, mert én Óbudán élek. Ide születtem, itt élek, gyakorlatilag majdnem egy napi szinten használom itt a vasutat, mert munkába is ezzel járok át, ugye innen Aquincumtól Újpestre, és sokszor nagyon idegesítő, jó, nem a esetek 100%-ában, de nagy részében késik a S76-os személyvonat, ugye a Martyhegyi híd miatt, ott is például lehetne egy kétvágányúsítás, és idegesítő, hogy akkor csúszik az egész menetrend, hiszen akkor nem tudnak átjönni időben a esztergomi vonatok sem. Úgyhogy ezért tartom én fontosnak, hogy akkor építsünk egy második vasúti hidat. És simán itt lehetne egy másik töltés is. Emellett látjátok, mekkora hely van. Egy második töltés. És ugyanilyen de meg lehetne csinálni, mint a jelenlegi, hogy azért ne térjen el nagy mértékben tőle. De most nagyon örülök, hogy a déli körvasutat is folyamatosan fejlesztik, és ott is már 3 vágányosították a 2 helyet. Itt is ezt kellene, tehát az egy vágány helyett 2 vágányosítani kellene, mert itt van rá bőven kapacitás. Sőt, hogyha már pénzt áldoznak rá, mert egyébként ez már meg van tervezve, tehát biztosan forrást fognak rá kapni, akkor csináljuk már úgy, hogy mindenkinek jó legyen, illetve a jövő számára is, hiszen a vasútban van a nagy potenciál. És azt kell mondanom nektek, hogy örülök, hogy a
amióta létezik ez a Budapesti Fejlesztési Központ, egyre több vasútfejlesztés valósul meg, csak sajnos egyetemben ugyanannyi közúti fejlesztés is zajlik, például M4-es autópálya, meg irdatlan más nagy autópályák létesülnek, és nekem ez annyira nem tetszik, hogy van ez a kettősség ebben a dologban, hogy ugyanannyira fejlesztik az autópályákat, mint a vasutat, és ez a probléma, hogy a vasútra többet kéne költeni, mint autópálya fejlesztésre, és meg kéne tanulni egyszer lerakni azt az autót, és kiszakadni belőle, és felülni a vonatra, mert egyébként a vonat elég nagyon, nagyon jó versenyképes. Például most például a székesfehérvári vonalon is most építették ki a ETCS L2-es vonatbefolyásoló rendszert, ami által ugye 160 km/h fel tudnak majd gyorsulni a vonatok, és például egyre több helyen ezt ki lehetne építeni, és simán lehetne egy versenyképes vasúti közlekedés, akár itt is. Úgyhogy én bízom benne a vasút jövőjében, ebben van a potenciál, és közben ide jövünk, és nagyjából ide lehetne, mondom, még egy vasúti hidat tenni. Most nagyon fúj a szél. Inkább, mint a gyalog, inkább, mint az autós híd. Én abban bízok nagyon. Szóval igazából ennyi, ebben a videóban nem akartam semmit megmutatni, csak el akartam mondani a véleményemet, mert én is kitöltöttem, a BKK oldalán láttam, és nagyon tetszett, hogy oda kommentáltam, és nagyon sokan reagáltak rá pozitívan az én véleményemre, mert odaírtam, hogy ide vasutat kell építeni, és örömmel láttam, amikor megnyitottam a kérdőívet. Ugye nem csak a te véleményedet mondhatod el, hanem láthatod, hogy a többiek mit válaszoltak. Nyilván anonim vagyok, de látod, hogy hány százaléka támogatja. És nagyon sokan kiálltak a vasút mellett, bár nagyon sokan vannak, akik autós hidat akarnak, az a baj, hogy ők vannak többségben. Nektek fontos, erre közlekedtek, vagy elmondtok, vagy szeretitek a vasútot, és pontosnak tartjátok azt, hogy élhető jövőnk legyen. Akkor mindenkit kérlek, hogy töltsük ezt a kérdőívet. Mert nyilván lehetne azt mondani rám, hogy vasút buzi vagyok, hogy közlekedés buzi vagyok, közösség közlekedés buzi. Most nem a hobbiról van szó, hogy ez a hobbi, meg imádom a vasútot, hanem a vasút tényleg a jövőt jelenti, a fenntartható jövőt. Mert hogyha megnéztek, oké, szénerőmű állítja elő az áramot is, a 25 ezer voltot, ami ott van a vezetékekben, de elosztjátok azzal az utasszámmal, amit képes elvinni egy-egy ilyen flört, vagy egy csatolt flört, akkor rájöttök, hogy a ökológiai lábnyomotok sokkal kisebb, mint hogyha autóval közlekedtek, és erre nagyon jó példa volt, amikor mentem forgatni az egyik videómat Pilis Csabára, és most már vonatjegyre ráírják azt is, hogy a vonatot választottad, mennyi széndioxidtól szabadítottad meg a környezetedet és a levegőt, és az jött ki, hogy például egy ilyen Aquincum Pilis Csabai úton csak odafelé majdnem 3 kg széndioxidtól szabadította meg a levegőt, tehát oda-vissza 6 kg megspóroltam. Úgyhogy ezért érdemes a vasutat fejleszteni, mert egy fenntartható szép jövőt szeretnénk. Úgyhogy ha egyetértetek velem, és fontosnak tartjátok, töltsétek ki a kérdeivet, lájkoljátok, ha tetszett, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!